kellemes időtöltés nektek. Sziasztok, minden kedves vállalkozó szellemű hölgyet, urat üdvözlök. Concertoval ugye természetesen egy Mercedes Sprinter 315 CD-t fogunk megnézegetni, egy nagy platós ponyvás autót, ami én szerintem tökéletes állapotban van. Ezt Feri és Peti is bizonyítani tudják, hiszen tényleg egy nagyon kellemes, szép, újszerű ülésen ülnek. Ők a demonstráció darabjai, mégpedig azt demonstrálják, hogy én vagyok a bútorszállító, és ők pedig a két rakodó munkásom. Itt a fejtámla, hibátlan szép belső, dohányzásmentes, kopásmentes belseje van ennek az autónak. Gyönyörű, hibátlan állapot végig itt, ha végignézünk az autón, minden egyes részlete láthatólag hibátlanul tökéletes állapotban, újszerű állapotban van. Két darab gyári kulcsa van, CD-s rádió, ami AUX csatlakozós is, tökéletes a klíma benne, és a 6-sebességes váltó is hibátlanul üzemel a járműben. Van egy könyöktámaszom itt, mint vezetőnek, légzsákom, és ugye szervó kormányom, illetve kipörgésgátló is van a járműben. Én tudom a két darab ablakot innen szabályozni, azaz a leföl funkciókat, illetve a hibátlan tükröket tudom én itt állítgatni, ugye, főleg, hogyha ugye átkapcsoljuk, és láthatólag már is működik ez a dolog. Az ASR kikapcsolható benne, 186 000 km futott az autó, és tahográffal is rendelkezik. Itt az ASR, a tahográfunk, aztán kicsit kiszállok és megnézegethetjük innen a távolabbról is, hibátlan gyönyörű szép belső, abszolút kopásmentes fellépő, tökéletes ülés, ami ugye súlyra is állítható, tehát megfelelő súly beállítjuk, akkor kellemesen rugózik itt a fenekünk alatt ez az ülés, hosszú távon igen jól fog jönni. Itt a tahográfnak a kis papírusza, Mercedes-széknél tették rá, a ponyvája hibátlan, szakadásmentes, teljesen újszerű állapotú, úgy ahogy a gumia is tökéletes és újszerű állapotú, már is mutatom nektek, hogy néz ki egy ilyen szép gumi, amit nemrég tettek fel rá. Karosszériája itt alulról megtekinthető, szintén abszolút hibátlan állapotban. A ponyva elől, hátul és oldalt is tökéletes, ugye le lehet dönteni ezt a hátsó részt rakodás céljából, és ez a kis rolós szerkezettel van megoldva. Szépen felszalad ez a róló, és már is lehet pakolásznunk. Olyannyira könnyű bele pakolászni, hogy ez az oldal, ez egy elhúzható darab, és ki is akasztottam innen a széléből, egy nagyon jó kis alumínium felépítményű, hibátlan belsővel, minden léc és léc kereszttartó hibátlanul benne van, én még lécnél tartok ugye az ifánál, és ez pedig ugye eltolható, és ugye szépen visszarakható a helyére, beakasztjuk ide a szélébe, és utána pedig a kis kurblinkkal, ami ott kilóg a végén, meg lehet feszíteni a ponyvát. Minden oldaláról láthatólag teljesen tökéletes, hibátlan üvegezése van, tökéletes lámpatestek. A motorja pedig, én azt mondom, hogy ez egész újszerű élmény hallgatni is az autónak a motorját. Megdöbbentően szép, különben is nagyon jó a kijárgány, nagyon jó vele autózni, tényleg élmény vele szállítgatni. Keresetek sok pénzt ezzel az autóval, vegyétek meg tőlünk, és utána csak termeljen nektek a sok-sok forintot. Köszönöm, hogy velünk voltatok, kérek egy ilyen jelet a végére a videónak, nagyon megköszönöm nektek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és iratkozzatok fel a vevőlistánkra is. A viszontlátásra, sziasztok!